én bízom benne, hogy olyan fiúkat sikerült kinevelni, akik egy-egy vállalkozásban, egy-egy vállalkozásban az asztalnál ülni és fájtítják a lábukat, hanem igenis felmerülni az asztaltársaságnál ülő hölgyeket és mindenkivel egy-egy fordulót azért lejtenek. Az első táncunk az a víz lesz. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vajon mit csinálnék, ha pont azt szeretném, amire csak vágyom?
megváltozna vajon megszokott világon? Egy új ajtó nyílik meg a mai nappal. Kívánok szerencsét ezzel a nappal. Válts valóra leszel minden olyan álmot, mire nem volt időd, s még csak szíven vágyott. Adjon a jó Isten erőtetésének, minden jó, amit kívánsz, ezt kívánok neked. Kedves osztályfőnök, kedves nátrénik! Lássad, az idei tevékben is megszólal az utolsó csengő szó. S mint a dadás, míg ilyenkor készülünk már a nyári szünetre, és alig várjuk, hogy legalább két hónapra búcsúhítások az iskolára. Eszter se, szerte sem a múltban, sem a jövőben nem volt, és nem is lesz másképp. Mégis szívünk mélyen érezzük, az idei tevékvégén elhagyunk. Hiszen most nem csak mi búcsúzunk. Osztályfőnökük, Márta néni, 40 tanévnyi munkától köszönöm néhány nap múlva, és én búcsút az iskolának. Nem sokára elérkezik az a nap, amikor Márta néni utoljára lép ki a tanulájára, és utoljára csukódik le, be utána az osztályterem ajtaja. Ma azonban mi még nem búcsúzni szeretnénk. Csupán élni szeretnénk az alkalomattal lehetőséggel, a nyugdíjba vonulása alkalmával Márta néni köszöntsük, és köszönetet mondjuk. Kedves Márta néni! 4 évig tanított bennünket, 4 évig volt az osztályfőnökük. Nem csak tanított és terelgette utunkat, hanem nevel és formált is minket, érette gondolkodásra, felelősségteljesen viselkedésre ösztönzött bennünket. Nem is olyan rég, még kisgyermekként léptük el az 5. osztályt, majd pedig a kis gimnázium köszöbét. Ma már, ha felnőttünk nem is, de nagy gimnazistának érezhetjük magunkat, olyan sokat változtunk a 4 esztendőn. Tudjuk, hogy Márta néninek nem volt könnyű dolga velünk, de azért bízunk abban, hogy sokszor sikerült örömet is okozunk. És talán büszke is volt ránk, legutóbb az egyik rendszerbőnökünkön, a Bérnálosban. Köszönjük, hogy nem csak matematikára és kémiára tanított bennünket, hanem jó szándékkal, türelemmel és bölcsességgel, fáradtságot nem kímélve igyekezett embert varrani belőlünk, és nyesegette vadhajtásainkat. Igyekezett számunkra minden fontos ismeretet átadni, ami több volt, mint pusztán a tananyag, hiszen olyan tudással és hozzáállással akar bennünket felvértezni, ami a tisztességes és becsületes élethez szükséges. Köszönjük, hogy igyekezett tudatosítani bennünk az alapvető emberi értékeket, mint a tisztelet, becsület, segítőkészség, szerénység, szorgalom és kitartás. Ígérjük, hogy ezeket magunkkal viszik. És ha most még nem is tudunk sokszor mindezekben példát mutatni, igyekszünk ezeket megérteni, elfogadni, és mind többször eszerítsenkedni. Biztosak vagyunk abban, hogy Márta néni szavai a jövőben is elkísérnek bennünket, és adódnak majd olyan helyzetek, amikor itt elmeink segítségünkre lesznek. Kedves Márta néni, bár életében a tanítás időszaka lezárul, de kezdődik egy új, nem kevésbé izgalmas, örömteli időszak, a nyugdíjas életén. Mi mégis azt kívánjuk, hogy a tanítást és nevelést ne tegyek félre. Szentelje idejét kis unokájának és azok örömére. Köszönjük türelmét, bölcs tanításait, kívánunk jó egészséget, pihenést és sok örömet az életben. Minden jót kívánni! Mindenhez rettentően értünk. Jobban tudjuk az élet dolgait,
nincsen kövessünk tanárnak szavait. De Márta némi nevelésünk fel nem adja, humor vagy szigor vár a hathajtásokra. Lassan véget ér az év, de ez még azért ér. Márta néni bölcs szava fülembe csend gyakorta, légy szerény és alázatos, szorgalmas és álhatatos. Mert a kemény munka bizony gyümölcsét meghozza, légy segítőkész és kedves, egyenes és becsületes. Eme erények birtokában, sikernek nem leszel hiában. Most búcsúzunk a 8-tól, ofőnk pedig az iskolától. Várnak rá nyugdíjas évek, kísérjék át el a szép emléket. Mi kívánunk egészséget, örömöt és jó előléket. Emlékezzen csak a szépre és jóra, s találkozzunk újra felnőtt korunkba. Akkor majd talán megmutathatjuk, ragadt rámunkból bizonyíthatjuk, hogy az élet útját tisztességgel járunk, és osztályfőnökünk emlékét ápoljuk. Köszöntjük ma őt nyugdíjazása után, áldja meg az Isten, még hosszú évesre. Yeah.
Nem számítottam erre, megmondom őszintén, amit felelőtt. Nem gondoltam, nem is tudom mit mondani, de továbbra is csak azt mondom, semmi nem véletlen, hogy ma gyereknapon veletek vagyok, és az sem, hogy eszembe jut, amikor 7 éves koromban egy újságíró, hát régen volt 1963-ban, egy újságíró megkeresett bennünket, nekem két nővérem van, hál' Istennek élnek, és nagyon szeretetteljes, szerint családban nőttem fel. Akkor megkeresett egy újságíró és kérdezte, hogy mi szeretnék lenni, és azt mondtam, hogy tanítani szeretnék, olyan mindenre tanítani. Hát azt gondolom, hogy az életem így teljesedett ki, hogy pedagógus lettem, pedagógus vagyok, és az is leszek, mert a bőrömből nem tudok kibújni. Ha újra kezdenék, ugyancsak ez lennék, mert hiszek a nevelésnek az elejébe, a fontosságában, és amit egyik kedves nagybátyámtól tanultam meg, akitől a kémia szeretetét is elsajátítottam. Ő mindig azt mondta, lányom, két dolog fontos az életben. Mi van itt? És mi van itt? Ez a két dolog, amit magunkkal viszünk, ezt próbáltam nektek is mindig mondani, hogy én is voltam fiatal, sok hülyeséget csináltam, bosszantottam a szüleimet. Nyilván, hogy nem tudom telefonnal, mert telefon sem volt, de azért a csint megcsinálja az ember, de hogy idősödik bölcsül, és rájön, hogy valójában csak az a lényeg, hogy mi van a fejemben és mi van a szívemben. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a tanítékét ilyen szép és emlékezetessé tették, hogy megtisztelt minden szülő, hogy eljöttek. Én elnézést kérek azért, hogy néha voltam erélyes a sajátjaimmal is, de mindig a gondítás számára szeretett feszített. A kapcsolat, az ismeretség megmarad, és ha valaki is tudok valakinek a segítségére lenni, bármilyen mélyre keresenek meg. Nagyon ügyelkeséget kívánok a sok ötletet, kitartást, türelmet, bölcsességet a legnehezebb hivatáshoz, a szülői hivatáshoz, hogy ezeket a gyerekeket az életben nincsen, és legyenek olyan boldogok, hogy ha unokáik születnek, hogy megéljék azt az örömet, hogy milyen nagy öröm és jó érzés az, hogy az ember élete kiteljesedik. Nagyon szeretem az időseket. Nekem nem voltak nagy szüleim, meghalt, amire én születtem, és ezért szeretném az unokáim életében nyomot hagyni, amíg a Jóisten a legjobb egészséget, és ezért használom ki, hogy a aktív pályafutásomat befejezem. Jó egészséget szülőnek, nagyszülőnek, mindenkinek, és köszönöm szépen ezt a csodálatos megemlékezést. Nem tudok menni.